Na cső, Babi néni. Itt van egy gecis béka medencébe, azt csak ki kéne szedni, nem? Faszom tudja. Ilyen medence tisztító fiú vagyok. Látszódik? Na de hogy a gecibe szedjem én azt ki? Az a baj, hogy félek tőle. Várjatok már. Előre. Bele ne ejtsem már, bazd meg. Most ez nem húgy a szembe, vagy nem ilyen izé? Kurva anyádat, bazd meg, hát nem elúszott. Cigány. Na jó. Faszom. Na, azt álmodtam, hogy segbe kurtam egy bolgárnőt. Nem tudom miért. Ez mit jelent az álmokkönyv szerint? Vagy semmit? Na, azt akartam mondani, hogy jó lenne ezt a szart valahova letenni, mert rá kéne gyújtanom, nem? Na, várjál, geci. Ezt a kurva békát én valaha kiszedem még. Itt van az alján még egy csomó faramél. Na, mindegy. Faszomat érdekli. Leteszem ide. Jaj, még tiszta lucsok minden. Na, izé. Most néztem a Hír TV-t. Fasz tudja, mit néztem. Azt volt ilyen rendőrségről szó. Ez a rágó geci. Na, és azt mondja, a fickó, hogy ellopták a kocsiját, ezt a rendőrség küldött fél év múlva egy papír, hogy bizonyíték hiányába a nyomozást felfüggesztettük, vagy megszüntetjük, vagy mi a geci. De kérdem, hogy mi a faszom bizonyíték kell annál több, hogy nincs meg a kocsia, nem? Hát én egyszer úgy jártam, volt egy mountain bike-on, mondjuk ez tipikus ilyen magyar bunkóság, nem? Hogy na nézzél már. Na, tipikus magyar bunkóság, hogy Alföldön hegyi biciklit vesznek az emberek. Cigány lerúgott róla, ellopta, bejelentettem a rendőrségen, gondolhatjátok, mennyi minden történt, aztán megtaláltam a bicajt. Egy udvarba, ahol már nem mertem bemenni. Kihívtam a rendőröket, bementek, kihozták a bicajt, de az meg nem az van, hogy visszakaptam, hanem elvitték a bizonyíték raktárba. Na most egy hétig volt a cigányoknál, fél évig meg a rendőröknél, geci. És alig akarták visszaadni, hogy igazoljam, hogy az enyém. Hát mondom, hogy, vagy mit, ez egy bicikli, bazd meg. És kurva nagy mákon volt, mert még megvolt a blokja valahol. Pedig én mindig kibaszom az ilyen szírszarokat. Na, és fél év után visszaadta a rendőrség. Ez komoly már, nem? De ők konkrétan nem keresték azt a bicajt, ha én nem találom meg, soha nem lesz meg. Na, és azt akartam mondani, hogy milyen buziság ez, nem? Hogy bizonyíték hiányában, meg a faszom, hogy nem dolgozna. Kurva békát csak elkapom. Nem. Ez olyan, hogy én szakács vagyok, szóval nincs kedvem, nem csinálom meg. Hát bazd meg kutya kötelességetek keresni, meg izélni, nem ott abba kibaszott Ford Fiesta-ba ülni, azt trafipaxozni. Ez egy ilyen reggeli morgós volt. Amúgy tegnap bebasztam. Volt itt egy székely gyerek, jogi nem vegán. Bazd meg, még én ilyen buzi szelfiket mutatok a telefonomba, ő ilyen kiterített medvéket. De nem is az a lényeg, volt nála pálinka, meg medvezsír. És gyerekek, a medvezsír az finom. Kurva jó. Na, ennyit akartam csak. Csőbabinél.